Az elmúlt hét egyik kiemelt történése volt a városi uszoda ünnepélyes átadása, melyen dr. Kovács Ferenc polgármester arról beszélt, újabb több évtizedes álma vált valóra ezzel a nyíregyháziaknak, például a városi jégpálya pár évvel ezelőtti megépítése mellett. A vízilabda és úszó országos szövetségek vezetői egyaránt példaértékűnek tartották a beruházást, és lemásolásra alkalmasnak javasolják országszerte a létesítményt. A szövetségi kapitányként háromszoros olimpiai bajnok dr. Kemény Dénes ettől már is messzebbre tekint. Eleve pótszékes teltházat vizionál a magyar válogatott olimpiát követő tervezett nyíregyházi bemutató meccsére. Én abban bízom, hogy a rövid időn belül hozzá kell majd nyúlni az épülethez, és kicsinek fog bizonyulni a lelátó. Mert pillanatnyilag úgy látom, hogy ez elsősorban a képzésre és a póló jövőjének a kialakítására lett tervezve. A sikeredző hozzátette, a mostani tervezés reális, de hosszabb távon kinőheti magát a vízilabda élet Nyíregyházán is. Ehhez azt javasolja a tapasztalatok alapján, hogy egy neves, tekintélyes edző személyiséget kell majd idehozni, akinek a neve is vonzerő lehet, és aki felviheti a felnőtt csapatot az első osztályba. Tapasztalatból pedig van nála bőven, hiszen 15 éven át volt a magyar válogatott szövetségi kapitánya, és a három olimpia mellett is mindent megnyert a csapatával, amit lehetett. Aztán 6 éven át vezette a Magyar Szövetséget, így nem csoda, ha sokan kíváncsiak a véleményére. Ezért is hívta meg egy pódiumbeszélgetésre a Városi Nívódíjjal kitüntetett Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesülete, melynek tagsága városi sportvezetőkkel kiegészülve egy uniós pályázat forrásaiból megvalósítandó közösségépítő workshop keretében hallgatta a mesteredző tanácsait. Bár Kemény Dénes azt mondja, nem tartja magát trénernek, a cégek találták ki erre a szerepre. Egyszer-kétszer meghívtak inkább ilyen feszültségoldó programként, aztán utána észrevették, hogy amiket mondok, az a válogatott életéből való, de hasznos nekik az üzleti életben is, és így aztán egyre több cég vár tőlem olyan tapasztalat átadást, amit föl tudnak használni. Tehát én azért nem gondolom magam trénernek, de bármilyen kérdésre el tudom mondani, hogy hogy gondolom, és olyan is volt már, hogy kipróbálták és működött. A megszívlelendő tanácsok mellett tényeket is hallhatott a vállalkozói közönség a pódiumesten, ahol dr. Kovács Ferenc polgármester tájékoztatta a jelenlévőket a városban éppen zajló, elkészült és a közeli jövőben induló vagy tervezett beruházásokról. Köztük a Nagykörút bezárásáról, a 4-es főút Nyíregyháza és Debrecen közötti szakaszának 4-sávossá bővítéséről vagy a nagyszabású útfejlesztésekről. A szervezők ígérik, a workshop sorozat folytatódik.